Magyarország legnagyobb alapterületű ipari épületében, az Eiffel csarnokban, a Kőbányai úton már a múlt évben elindultak a felújítási munkálatok. De nézzük, mi történt eddig. A csarnokban megtisztították az acélszerkezetet a csövektől, kábelektől, és a tető üvegrészei is lekerültek, majd az épület új alapozást kapott. Gondoljanak bele, 23 ezer négyzetméterről van szó. Így nézett ki az elhagyatott csarnok több mint egy évvel ezelőtt. És így néz ki ma, amikor már folynak az építési munkálatok, és lassan kialakulnak az új opera műhelyház belső terei. Józsa Anka az építész. Fiatal kora ellenére ő felel a gigaberuházás munkálatainak lebonyolításáért. Úgymond ő a híd az opera és a kivitelezők között. Magának a meglévő, ennek a szegecselt acél rácsos tartó szerkezetnek vannak különböző alapjai, tehát tégla alap, beton alap, kő alap, viszont azok az új szerkezetek, amiket behelyezünk, azokat nyilván ettől a régi szerkezettől függetlenül tervezték meg a statikus mérnökök, és ezért van szükség arra, hogy ezek a falak saját alapozást kapjanak. Miután elkészül, az Eiffel csarnok tulajdonképpen teljes egészében befogadja majd az operát. De mit is értünk ez alatt? Például, hogy itt lesz az összes műhely, az asztalosok, szobrászok, díszletfestők és a varroda is, hogy csak néhányat említsünk. De helyet kap az épületben egy az operaházi mérettel azonos nagyságú színpad is. Az új darabok a díszletekkel és jelmezekkel együtt elsőként ezen a színpadon debütálnak majd, aztán kerülnek át az előadások főhelyszínére az operaházba vagy az Erkel színházba. De lesz itt közösségi tér és koncertterem is. Nyugat-Európában már számos operaháznak van ilyen műhelyháza, például a londoni Royal Opera House-nak, vagy a milánói Scalának, és mi igazából most ehhez a sorhoz csatlakozunk hozzá. Így gondolja ezt Marosi Miklós is. Ő az, aki az opera felkérésére újra gondolta az épületet. Nagyon nagy munkák zajlanak itt. Gyakorlatilag most kezdenek kibújni a földből már azok az eredmények, amit már lassan egy éve zajlik. De komoly feladat hárul Váci Péterre, a tartószerkezetet tervező mérnökre is. Nem tudtuk, hogy a padló alatt mi van a földben. És kiderült az, hogy nagyon sok minden olyan van, amire nem számoltunk. Fontos szempont volt a tervezés alatt, hogy a csarnok megőrizze eredeti mozdonyjavító ipari hangulatát. Csodálom az eredeti tervezőjét, mert egy nagyon végtelen tiszta, statikai vázú szerkezetet tervezett ide. Az épületet több mint 100 évvel ezelőtt Feketeházi János tervezte, aki korának egyik európai szinten jegyzett hídépítő mérnöke volt. A vasúti szerelőcsarnok tervei egészen pontosan 1886-ra valósultak meg. A MÁV számára épült szerelőhangár akkor az egyik legkorszerűbb ipari létesítmény volt. De térjünk vissza a jelenbe, a mostani építkezéshez. Hamarosan elkezdik feltenni az új tetőpaneleket, ezzel ugye újra fedetté válik a csarnok, és a finomabb belső szakipari munkák kezdődnek el. Hamarosan bekerül az előcsarnokba a gőzmozdony és az étkezőkocsi. A mozdony, amely szintén magyar mérnökök kiváló műve, az épület közepén a közösségi térben foglal majd helyet. Kiegészül majd egy büfékocsival és éttermi funkciót lát el. Kezdjük megtölteni az épületet. 132 évvel ezelőtt Feketeházi János kiváló acélszerkezetet, épületet tervezett. Ma pedig szintén kiemelkedő mérnökök és tervezők összesen 25-en dolgoznak azon, hogy a világszínvonalú, korszerű Eiffel-műhelyházat mihamarabb birtokba vehesse a közönség is.